Sziasztok, láttam egy érdekességet. Google-on rákerestem még Alex IVV-t okokra, és kidobott nekem egy ilyen formát. Ez az úgynevezett minimalista stílus. Nem full IVV, hanem ő így néz ki. Rendesen tartja a fegyvert. Kiprögzítéses. Ez mindjárt elválik, hogy hogy is mint fog dolgozni. A Römerge 96-oshoz is készítettem egy ugyanilyen típusú tokot. Annak annyi kicsit, hogy nem annyira fentebbül az övön. Kicsit mélyebb elő. Kvázi be tudja csípni a bőrt az oldaladon. Hát erre oda kell figyelni, most megnézem, hogy ez hogy fog működni. Első körben egy gyors fegyverrántás, fegyverrejtés. Mivel a fegyverrántás gyorsan fog menni, viszont a rejtés, mivel hogy nem teljes tokról, nem teljes testű torkról van szó, így szerintem kicsit nehézkesebb lesz, de hát ez mindjárt elválik a test során. Igen, ebben nem lehet akkor rejteni a fegyvert. Gyakorolni kell vele. Probléma még vele, hogy szerintem a póló is oda csúszhat mellé, és oda csípheti a pólót is. Hát itt rejtés kétkezes lesz. Ezt a példán kifejezetten csak a kíváncsiság kedvéért készítettem, hogy ez mégis hogy néz ki, mennyire jól elkészíthető első körben, mennyire jól használható. Fegyverrántás még jó belőle, mint ahogy láttátok, de a rejtés az nem. Inkább egy teljes testű IVB-t választhatok, mert ez a minimalista stílus jól néz ki, de ékes példája annak, hogy nem minden jó az, ami Amerikából jön. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!